Nos hát, akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Nagyon-nagyon régóta felszerettem volna venni ezt a Hyperkit update-es videót, mint láthatjátok a címből is, igen, ez egy Hyperkit update bemutató, meg hogy konkrétan egy helyzetbejelentő, mert a restart óta nem volt, és sok ember is tisztában azzal, hogy most akkor mégis mi a fasz van. Szép szóval. Na jó, nem, mi a... jó, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy kezdjük először a... szerintem a spawnnál, és... ja, meg még valami. Van egy, megtaláltam egy régi kliensemet, és ez leginkább azoknak az embereknek lehet jó, akiknek gyengébb a gépük, vagy csak szimplán FPS mániások, mint például én. Tehát, ja. Viszont, lett egy-két dolog változtatva, mint például, ugye a minionok is most már jók. Bejött egy R2-3-as hopper, várjuk, kezdjük a kettessel. A kettes az ugye hatótávolsága 3 blokk, összeköthetett egy ládába per egy hopperrel. Tehát igen, most szét van választva a két fajta hopper, úgymond. Tehát ez csak egy kettes volt, és ezek most igazából chunk hopper funkciót töltenek be. Az egyik jobb, a másik rosszabb, stb. Stb. Itt például már van egy arcade láda, ami igen, most már nyitható és tökéletesen megy. Tegnap teszteltük is, szóval no para. Itt meg van egy arcade hopper, ami ugye 4-es szintű, és ez, tehát ez konkrétan ez nem chunk hopper funkciót tölt be, meg is mutatom. Tehát ez csak eladja a bizonyos érceket, tehát ez nem szívja be se innen, szóval ja. Ez se honnan se szívja be a adott itemet. Igen, meg ugye van itt az arcade láda, itt van egy silver láda, amiben ugye megnöveltem egy kicsit a spawnerek mennyiségét, még lehet megfogom ezt egy 4-esre, 4 darab spawnereket lehet megkapni belőle, ebből 2-t, és talán még itt is lesz, ami úgy jobbacska, abból is még 2-t. És ugye, hát a medium láda, de azon már végigmentünk, meg ugye itt van az arcade hopper 5-ös szint, ami ugye hatótávolsága 5 blokk, és összeköthethet ugyanúgy 5 ládával per hopperrel, és ugye automatikus eladás. Tehát ez nagyon OP. Ez nagyon OP. Ugye chunk hopper funkció. Itt meg van egy elég jó nyitási eséllyel rendelkező arcade láda, ami szintén rohadt OP lehet, főleg így, hogy most kicsit megnövekedtek a chunk hopperek, úgymond. De még lehet, hogy még azt is elképzelem, hogy a 4-es hopperen még fogok egyet változtatni. És azon már csak, tehát az lesz a legerősebb chunk hopper, és csak ez az egy hopper lesz, ami automatikusan ad el. De ezen még gondolkodok, viszont kommentbe akkor írjátok le, légy szíves, hogy szerintetek változtassak-e, avagy sem. Igazából ez nem is egy Hyperkid update bemutató, hanem így összefoglalom a szerveren nagy részt, hogy mégis mit az update-ek. Viszont még elmehetek a Izlandomra, ugyanis per war free farm. Igen, van egy free farmom is, ami jelen esetben eltűntek a spawnerek, majd mindjárt lerakom. De hogy ja, van egy free farmom is, meg most már az adott emberek per személyek, itt vannak a hopperek, adott emberek, azok, hát itt a példa, ugye tudnak saját shopot nyitni, és mindegyik ranknak van per P-warp joga. Még már van, aki lerakott, waterform például, le van tiltva, jó, mindegy. Letiltotta, hogy be lesse menni a szigetre, tehát nincs nyitva, mindegy, de például tegyük fel per P-warp set, Alex farmja, és akkor mondjuk, megerősítettem, és akkor per P-warp, Alex farmja, és ide dob. És 5 dollárba kerül a warp. És mit tudom én, beírott egy category set, és mit tudom én, farm. Várjátok, P-warp. Help, igen, Alex farmja, és farm.
És akkor, most ha beírják, hogy per P-Wart, akkor itt lesz a farm Wartnál az Alex farmja, tehát az én farmom. Van egy kis hitmapunk. Azt tegnap volt SOTV. Hát azért úgy elég erős volt, mert live nélkül is voltunk egy ilyen 50-59, szóval az is jól ment, igazából erre nem tudok mit mondani, megcsináltuk a fire cardot. Jaj, most már van rajta fire. És full PvP-n bejött ugye a Spring Láda, ami ugye most így egy olyan szezonzárás lesz, hogy tavasz, nyár, ősztél, ötöröm. Bejött még ide Majka. Itt van Majka a kulcsos, lehet tőle kulcsot venni most már, így most már szerintem van valami értékes a pénznek, nem úgy, mint eddig. Spring ládában igazából különböző dolog nincs. Ja. Szerintem ezt a videót viszont vágatlanul fogjátok megkapni, nagyon-nagyon sajnálom, de szerettem volna egy ilyen helyzetjelentő videót, egy contentet gyártani nektek, hogy mégis lássátok, hogy mi van a szerverrel, mert sokan vannak úgy, még láttam Hyperkéden is, hogy nem tudják, hogy most akkor mi van. Hát mondom, hogy mi van, semmi. Szóval, ja. Hát körülbelül így ennyi ez a tud, srácok. Szerintem elmondtam mindent, ami lényeges. Annyi, hogy még SMS rangvásárlás az egyelőre nálam érhető el privátban, Discordon. 90 napra is örökre lehet venni a Silver King, Silver Plus rangokat. Hát szerintem ennyi igazából, srácok. Igazából nagyon szépen köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót. És ha szeretnétek, akkor linkelem a klienset is, ha nagyon szeretnétek, mert amúgy elég jó kis kliens. Szóval, ja, szerintem, ja, mindent elmondtam. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és aktiváljátok ezt a faszaskin, perskin, LSD. Tessék. Na, sziasztok!